Kedves nézőink, itt vagyunk Szegváron, ahol a Szentesi Paradicsom Kft. Egy új üvegházat épít a régi fűztelep területén. Itt van körünkben a szegvári Tóth Gáspár úr, aki itt dolgozott a fűztelepen. Kérem, mondja el, hogy hány évig dolgozott itt, és milyen munkakörben? Köszöntöm a Kurca TV nézőit és hallgatóit. Hát, 20 éve körülbelül voltam betörfőző, traktoros, hántoló, éjjelőr, amit csak elképzelhető, minden. A veszőket hol és hogyan ültették el? Hát itt lent Szegváron a kontrába, ilyen dugváró, ugye az kihajtott, az minden évben le kellett vágni, géppel, vagy kapával, vagy ólóval, azt az minden évben újra fakadt. Fölkerült ide a telepre, ugye itt földolgozásra került, főzés, kiosztályozás, szárítás, az úgy lett beraktározva. Miért kellett ezeket a vesszőket főzni, és hol voltak ezek az épületek? Hol álltak itt, ahol ezt végezték? Ezek az épületek itt voltak, hogy bejöttünk az Ajkamúzari jobb oldalt, ugye a műhely, ezt meg kellett ugye főzni, mert hát még lehántolni, mert másképpen az nem jól lett volna. Hogy történt az áztatás? Hát az úgy történt, hogy be kellett 20 centinként sorolni, hogy hát melyik milyen. Ugye az hogy mit te 80 centi vagy 1 méteres volt az a vesző, és mikor az kihajtott a víztől, akkor az kibarkázott. Ki zöld leveles lett, olyan, mint a fára. Amikor zöld volt, akkor lejött a haja. Akkor már tudták, hogy az érez lehet hátolni. Az fehér színű volt. Hát itt alul volt 3 nagy gödör. A szidegvíze ugye föl lett töltve. A nap ugye sütötte, az elkezdett úgy barkásodni, aztán kileveleseredett, aztán kizöldült. És amikor már zöld volt, lepték a darazsak is ilyen sárga barkáját, az azt jelentette, hogy érett az áru. Azt már lehet hántolni. Az áztatás milyen vízzel történt? Hát talán a kanálisi vízből volt egy ilyen hortobágyi motor, az nyomta fel a vizet, mert az ugye csak párogott elfele, meg az is csak szíta fölfele. Szóval egy ilyen hortobágyi motor, ami nyomta fölfele a vizet, én voltam a gépkezelője neki. Hát mondjuk nem volt vele semmi baj sem, meg ott nem is bántotta senki, meg nem is volt bezárva. Lehet akkor más volt a világ, nem úgy, mint most. Ebben az üzemben hányan dolgoztak és milyen munkakörben? Hát voltak ilyen. Vesztőhúzók, főnökök, főnökhelyettes, akkor diákok is voltak. Tavasszal, mert legtöbbször tavasszal, mert nyáron voltak ilyen diákmunka. Mit jelent az, hogy vesszőhúzás, és mivel végezték ezt? Hát ilyen csipká, úgy hívták, ilyen gömbvasbú, kihalított két vas, összehúztak, azok lejött a haja, hogy húzták benne, ilyen falbakon volt beleverve, azt azon dolgoztak több egy olyan bakon, úgy hívták. Amit felhoztak a gödörből, az már méret szerint akkora volt, hogy mit 1 méter, vagy 1,20, 1,60, azt már nem is kellett nekik osztályozni, azt ugye szállították, forgatták, dróttal, madzaggal, 10 kilós kívül, bekötötték és újra tározták be száraz helyen. A vesszők szárítása mennyi ideig történt? Hát az tudjuk, hogy megázott, nem ázott, fújt a szél, nem fújt, milyen idő volt, havas volt, le kellett brúra verni, mert másképp az penész kapott. Az itt feldolgozott vesszőt hová szállították és mire használták? Hát a kosárgyárban, Békés Csaba, Békés, Sarkodon is volt egy ilyen gyár, meg volt egy pár macek, aki ezt megvásárolta, mert kaskötő ünneki, ez kenyérkérdés volt ugye a vesző előállítás, akkor hordták másfelül lenti, Piszof, Füred, több ilyen fűszerep, itt volt a nagy raktárja neki. Itt volt beértékéve, és ezt kiszállították, aki megvette olasz vagy német, jött, azt megvásárolt, jött megnézni tolmácsa, hogy hát mit vásárolt, meg mennyi. Tehát, hogy bejöttünk a kapun, ez volt a főépület. Ebből volt itt az iroda, meg a evézlők, itt ezek a munkatermek, ez itt a vesszőfőző, berendezés volt. Erre volt egy 100 méteres raktár, épület. Magyarul én voltam a vesszőfőző. Ilyen kiemelt villamotoros izével szedtek, ott le van fényképezve az izé, hogy néz ki. Akkor megkérem, most meséljen a fényképekről. Hát itt én vagyok. Vesszőültetés közben. Emitt az asszonyom, a családban, ez a főnök asszony gyűjt ellenőrizni, hogy mit csinálunk, hogy megy a munka. Ezen megint olyan munka folyik,
a főnök azt nem látszik, hogy a vesző ütetés megy, a gyerek még szaladgál. Háttérben többen látni, hogy ütetik a vesszőt. Ezen a képen egy nagy darab eső lett, de már ugye Kovács ügynál szél, akivel eresztettük le fel a vizet, háttérben itt látszik a házunk. Nagyon nagy víz lett, hogy eső volt. Nem, ez még a vesszőfőző kiemelő kocsár. Tehát ami ilyen villamotra keverték, főfelebben belement 50-60 más a vessző. Amit föl kellett forran a vizet, ugye ez teli volt, jobbra-balra rakva, vesszővel azt akkor, mikor forta víz, akkor kellett beletenni. Ezt körülbelül 8 óraig kellett főzni. Itt meg a főnök asszony látható, miért a lépel, amit raktunk be vele kívíget. Itt a képen is látható, ez egy kisvasúti lóré sín ellátott, ja, izé volt, amivel a munkaterembe ment. Hát ez is a vesző átvétel, belerakva a kocsárba, és úgy került bele aztán a főzőüsbe. Hát ez meg egy ilyen aratógép, amit levágott vesző, jó szét gúszálta, az látszik, ezt mind össze kellett szenni, vagy így fele a töve, vagy ellenkező irányba aztán ezt kiválogatni, fölét rakva a traktorra. Itt látszik, hogy a gépe ez levágva, de vagy kézzel ez, vagy ollóval, vagy kapával, de a gép az nagyon kúszált munkát csinált. Itt is látszik egy ilyen kis traktor, ami esetlenki volt, mikor ez be is húzta. Itt erről még volt a garázs, erről volt egy ilyen műhely. Ez az az épület, ami a 100 méteres raktár végébe volt. Tehát a garázs. Tehát ezen a képen a főnökön Virai János látszik, még jó ma van. Itt még csak én látszok, valószínű szétszorodott a vesztés, össze kellett szennem. Tehát ezen a képen jó ma van, Mincenti főnök asszony, Remzső Feri bácsi, Orosz Margit néni, Széchenyi Jani bácsi, Ávos Szeronti bácsi, Szűz Pista, meg Mihály Sándor látszik. Itt a dolgozók között milyen arányban voltak a férfiak és nők? Fele arányban, fele nő, fele férfi. Voltak vidékiek, vidékről jöttek, mert például Tiszafiradról is itt dolgoztak ilyen bérbe, ilyen menyecskék. Énnek nagyon hosszúja volt, a mai napig még az asszonyom. Tehát az is ilyen beszélhántoló volt. Elég nehéz munka volt az. A vidékről jött munkások hol voltak elszállásolva? Hát külön voltak a nők, külön a férfiak. Mind a kettőknek ugye volt, aki vigyázott rájuk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, néhány napja riportot készítettünk Tóth Gáspár úrral, aki az egykori szegvári fűztelepen dolgozott. Ő említette az ott dolgozók között Viola János telepvezető nevét is. Most itt vagyunk Viola János úr otthonában, megnéztük a Tóth Gáspár úrral készült felvételeket, és arra kérjük Viola urat, hogy egészítse ki az elmondottakat. Ön mikor lett telepvezető, és előtte milyen beosztásban dolgozott? Köszöntöm a Kurta TV nézőit. Én 1982-ben lettem telepvezető. Előtte voltam egy fél évig munkavezető, azelőtt meg fűztelepi dolgozó voltam. Abban minden benne van. Aztán szedtük a vesszőt, húztuk a vesszőt, főztük a vesszőt, meg minden munka benne volt aztán. Hány évig volt a fűztelep dolgozója? Hát körülbelül 35 évig dolgoztam a fűztelepén, mert közben, amikor nem volt munka a fűztelepén, akkor elmentem máshova dolgozni. 35 évet ledolgoztam. 1957-ben kezdtem a fűztelepen dolgozni. Szeretnénk megtudni, hogy hányféle vesszőt készítettek, és különbözötte ezeknek az előállításuk.
Kettő fajta vesszőt készítettünk, készítettünk fehér vesszőt, és készítettünk barna vesszőt. Hát nagyon sokban változott a kettőnek a lefolyása, mivel a fehér vesszőt kétszét csináltuk, ősszel is lehetett, amikor már megnyílt a vesző akkorára, augusztusban, akkor szedtük le, akkor ki volt hajtva szépen, aztán akkor le lehetett húzni a haját. Akkor meg tavasszal, amikor csiráztatóból jött. Ez a csiráztató meg úgy nézett ki, hogy így homokot tettünk alá, 20 centis homokot a csiráztató gödörbe, akkor abba osztályozva beleraktuk a vesszőt méret szerint, és olyan 25-30 centis vizet engedtünk rá. Ez tavasszal kihajtott, és májusban hozzákezdtük húzni a vesszőt. Aztán a barna vesszőt meg úgy csináltuk, hogy üstbe köllött megfőzni. Volt már ilyen, valamikor régen még nem volt ilyen daru se. Aztán már amikor fejlődtünk, ilyen fekvő daruval szedtük ki, meg raktuk be. Még elejében akkor vasvillával szedtük ki a düsbi a vesszőt. De nagyon sok baleset volt belőle, aztán így ilyen fekvő daruval. Ebben volt olyan, mondta Gáspál, a 20-30 más a vesző, aztán kettővel voltunk hozzá, a daruhó, Gáspál szedte ott, meg igazította, én meg kapcsolgattam, 5 méterre voltam tőle, láttam mindig, hogy ő mit csinál, aztán akkor dudálni kellett, hogy mehet, meg ő intett, hogy mehet főfele vagy lefele a daru, mert ehhez külön vizsga kellett. Amikor melegítették a vesszőfőzéshez a vizet, mivel fűtöttek? Hát háncsal fűtöttünk, aztán ami a vesszőről együtt haj, avval tüzeltünk meg, ami gaz kigyűjt belőle, avval tüzeltünk aztán, avval felforraltuk úgy. Hát volt utóbb már pár szóval gumival is tüzeltünk aztán bele. Milyen forró volt a főzővíz? Bugyogott, amikor már kezdett csógni, bugyogni, akkor lehetett csak beletenni a üsbe. Hát mérni nem mértük, ahogy 3 fokos lehetett, de forni kellett jó, és aztán volt szabad leállni a főzésnek, mert akkor nem jött le a vesszőnek a haja, hogyha nem forrt rendesen a vessző. Mindig bugyogni kellett néha. Ez elég balesetveszélyes volt. Nem történt baleset? Történt baleset, de nem a szegvári telepén. Aztán, mert akkor minden hónapban kaptunk egy kör levelet a vállalatoktól, hogy milyen baleset történt. Aztán itt a vesszőfőzőnek a fia az esett bele az üstbe, a forró vízbe. És mi lett a sérültel? Bekerült a kórházba, utána már nékünk nem mondták meg, hogy mi történt vele, hogy, de nem halt meg aztán. Derékig beleesett a forró vízbe. Mekkorák voltak az üstök? Hát olyan 5 méter hosszú lehetett, és 2 méter 50 centi széles lehetett. Mivel mozgatták a vesszőfőző kosarakat? A kosarakat kézzel mozgattuk lent, amúgy meg ilyen fekvő daru volt, ahova szedtük ki az üstből, meg ahova raktuk be aztán. Mindenfajta vesszőből lehetett fehér és barna színűt készíteni? Lehetett aztán. Melyiknek volt nagyobb keletje? Mikor melyiket csináltuk? Amikor a fehér vesszőt csináltak, akkor a fehér vesszőt vitték nagyon. De az drágább volt a fehér vesző, mint a barna vesző. Mert abból kevesebb volt. Órabérben vagy teljesítményben dolgoztak? Minden teljesítmény volt. Órabér volt, mindenkinek meg volt az órabérje.
aztán azt mondták, hogy emeljük az órabért, mert ha elmén a vállalattól, akkor többen veszik főbe, annál kevesebb nem lett az órabért. De akkor még kicsi pénzbe beszéltünk, nem akkorában, mint mostan. Arra is kíváncsiak lennénk, hogy hogyan és miért szűnt meg a fűztelep. Hát a szegvári fűztelep az úgy járt, hogy kiöregedett a föld. Rossz lett a föld, nem nyílt még benne a vessző. Aztán betelepítettük erdőbe, 40 hektár erdőt telepítettük, mi telepítettük be. Látszik Gáspál is, hogy ott volt aztán. Nagyon messzűrű kellett ide hordani az anyagot. Békésű hordták ide a vesszőt, nagyon sok volt a fuvar, akkor meg Sárváró. Onnat, ott is volt fűztelep, onnat is hozták a vesszőt ide. Azt nagyon sokba került a fuvar, nem érte meg. És mi lett a dolgozókkal? 1990-ben megjött a rendszerváltás, aztán meghirdették a vállalatot, hogy eladják. Akkor jött ez a szentesi fiatal úr, aztán megvette. Úgy megvette, hogy reggel bementünk dolgozni, azt megmondták, hogy mikor, és már délre megvásárolta a fűztelepet. Akkor az összes iroda, helység, ami a papírok, mert nem lehetett semmit se elhozni. Két gépet azt megmentettünk, annyit elhozhattunk, még ami a 100 méteres raktárban volt vessző, de mink aztán már a munkaterembe be nem mehettünk. Ez egy fél nap alatt megvásárolta, hozta a pénzt, aztán, de hát nem lehetett kifizetni ottan, mert csak csekken lehetett papíron be kellett a vállalatnak fizetni. Aztán így szűnt meg a fűztelep. Aztán én osztottam ki itt nálunk, a háznál a munkakönyvet a dolgozóknak. Fölmondást kifizettük, aztán megszűnt a fűztelep. Teljesen. Köszönjük a beszélgetést! Köszönöm szépen!